1972-ben Gyarmati Andrea világcsúcsra jutott az olimpia döntőjébe, aztán végül bronzérmet szerzett, most pedig a 100 méteres pillangóúszás döntőjét itt nézte Debrecenben. Milyen volt kívülről látni ezt a versenyt, úgyhogy két magyar is ott volt a mezőn? Sokadik kívülről lévő verseny, úgyhogy már hozzászoktam, hiszen 40 év telt el. De ez mégiscsak egy különleges verseny volt, mert az unokahúgom Szilágyi Liliana indult, és az élete első nagy versenye. Nem akarnám átvenni semmi esetre sem a szülei szerepét, de mégiscsak a családomba tartozik, és rettentően örülök neki, hogy részt vehetett egy döntőbe, és nagyon remélem, hogy folytatja mindazt, vagy megcsinálja a saját úszókarrierjét. Ugye nagyon-nagyon fiatal még Liliana, még nagyon hosszú után előtte. Mit látott most a mostani versenyzésében? Én olyan szinten vagyok elfogult, és annyira nem értek az úszáshoz kívülről, csak csináltam, hogy én azt gondolom, hogy én nagyon elégedett vagyok vele, és minden versenyre rettenetesen fogok neki drukkolni, hogy mindaz a szépség és mindaz a jó, amit én megkaptam a sporttól, és a családomban még sokan, az neki is sikerüljön, mert nagyon megéri.